az, hogy ő volt a nyerő, és most nem. Te tudod, hogy miért? Nos, ez nehéz kérdés, mert előfordul, hogy az autók nem jól működnek. És hát mindketten tudjuk, hogy az ezüst autók nem igazán jók. Nem, ez igaz. És ez egy másik érdekes kérdést vet fel az idei Formula 1-ről. Az egyik nagyon jó barátod, Ross Brawn, amikor a Benettonnál volt, a Benetton nyert. Aztán átment a Ferrarihoz, és nyert a Ferrari. Most saját csapata van, és most az nyert. Tehát nem akarok udvariatlan lenni, de biztos, hogy a kocsi a hibás. Érted, mit akarok mondani ezzel kapcsolatosan? Teljesen igazad van, pontosan így van. Minden a nap végén derül ki, hogy hogyan tudnak a srácok együtt dolgozni, mert ez csapatmunka. És ha mindent kipréselünk magunkból, akkor azzal válhatunk jobbá a többieknél. De mondd csak, igaz, hogy egyszer úgy vettek tőled vért, persze nem egy versenyen, mert ott nem érne utalatok ki, szóval, hogy a box utcában voltál? Igen, ez igaz. Vettek egyet a verseny előtt, aztán a verseny után megint, hogy lássák, hogy amit a hétvégén megettem, megittam, milyen hatással van rám. Semmi köit. Biztos nem mertél enni? Így van. Igen, el is hiszem. Ha visszatekintünk, akkor rengeteg nagyszerű versenyed volt. Ahogy öregszem, egyre inkább csak emlékszem a versenyeimre. Magyarországon 20 időmérőkört kellett megcsinálnod. Igen, Rosszal egyfolytában vonalban voltunk. Csak beleszólt a rádióba, hogy bajban vagyunk, és hogy jobb köridő kellene. Mondtam, hogy már bent vagyok, erre ő nem baj, menj, próbáld meg újra. 20 időmérőkör egymás után. Nem tudom hogyan, de a magyar nagydíj különlegesen sikerült. Egy pályaautóval ugyan, de minden klappolt, és képesek voltunk összehozni azokat az időket. Sok nagyszerű dolgot éltünk át azokban az években. Nézted az idei futamokat? Hát persze. Némelyikre elutaztam, és élőben néztem. Néhányat meg a televízióban. Nem találtad kicsit unalmasnak, amikor mindig ugyanaz nyert? Én csak érdeklődtem. Amikor versenyeztél, volt ott olyan fickó, akiről azt gondoltad, hogy átkozott túl gyors? Természetesen. Szerintem a legjobb időmet Häkkinennek köszönhetem, mivel az időtájt, pláne így visszanézve, feszegetnünk kellett a határokat, hogy kihozzuk a maximumot, és az a legjobbat hozza ki belőlünk. Ráadásul egy sörrel oldottuk fel a problémáinkat. Ki volt pocsék? Tudod rosszul beszélni angolt? Azzal nincs baj. Valamit megbántál? Így visszatekintve, van olyan, amit másképpen csinálnál? Az életben mindig sajnálhatnánk dolgokat, pedig azt tesszük, ami helyesnek tűnik. Ha átgondoljuk, néha másképp csinálnánk, és ez biztos, hogy nálam sincs másképp. Ja, így van. Szeretném, ha őszinte lennél, csak a győzelem jó? Ilyen a természetem. Ja, megértem nekem is. Sakkoztam a fiammal, láttam, hogy nyerésre áll. Megvártam, amíg nem néz oda, és akkor levettem a királynőjét. Ez ugyanaz, mint Damon Hill-be belehajtani, tudod? Érted, mit szeretnék ezzel mondani? Nem hagyhatlak nyerni, mert én sokkal jobb vagyok nálad. Kérdeztetek valamit? Aztán hagyjuk a Formula 1-et. Miért szálltál ki? Hiszen nyertél. Egyszer csak felébredtél, és azt mondtad, hogy elegem van a Forma 1-ből. Nos, tudod, a Curry vonzóbbá vált. Én már értem. Szeretnék beszélgetni a kocsikról. Milyen kocsit van most? Egy csodás Fiat 500-asom. Egy Abarth? Igen. Tényleg fantasztikus kis kocsi? Az. És mit vezetsz a legtöbbet? A családi autónk egy Chroma. Fiat Chroma. Igen. És ez a legjobb poén ennek az interjúnak a végén. Hölgyeim és uraim, Mihály Schumacher egy Fiat Chromát vezet. És tapsolja meg mindenki, a nagy Stig! Stig felfedte magát, nagyon köszönjük, Stig! Köszönjük! Én mindig mondtam neked. Hihetetlen. Az csak a hétvégi ruhája. Mihály Schumacher. Igen, ő.